Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Mamül Balázs polgármester lesz vendéglátónk a virágoktól pompázó Szederkényben. A ciklus feléhez érkezve a terveknek megfelelően zajlanak a szederkényi fejlesztések. Több fronton is nyertek pályázati forrásokat, így van is miből építkezniük és beszerezniük. A következőkben három jelentős helyszínre látogatunk el a település polgármesterével. Elsőként a formálódó Sica parkba, amely a község szívében a Karasica vízfolyás mellett jelenthet majd, ha elkészül, egy kis zöld szigetet. Az egyik jelentős projektünként tekintünk a Sica parkra. Ez egy régebbi kezdeményezés már. Nagy álmunk volt, hogy itt a település központjában egy zöld parkot hozzunk létre. Látszik, hogy már elkezdődtek a munkálatok. Itt az országfásítás program keretében a növényzetnek egy részét már sikerült elhelyeznünk a területen, és örömteli, hogy a Top Plus élhető települések pályázat keretén belül sikerült mintegy 240 milliós pályázatot elnyernünk. Ennek az egyik pillére ez a Sica park, amit szeretnénk megvalósítani még ebben az évben. Igazából egy gyönyörű sétányt álmodtunk meg ide, összekötve a Karasica sétánnyal és a Karasica játszótérrel. Innen kapja a nevét is a Sica park. Ezen kívül egy szökőkutat terveztünk még ide, egy Kondi parkot, jellemzően idősebb korosztálynak, mármint úgy, hogy fiataloknak, de felnőtt korosztálynak készülő Kondi parkot, és hát igazából több terv van, szeretnénk itt tartalommal megtölteni, de alapvetően egy zöld területet, egy zöld közparkot szeretnénk létrehozni. Minden településen fontos az, hogy zöld területek minél inkább teret nyerjenek. Ez itt egy hiányosság volt a faluk központjában, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ezt a lakosok is szívesen fogják látni, és szívesen fognak ide kijönni családokkal, gyerekekkel. 100 méterrel odébb vagyunk a település centrumába, és tőlünk körülbelül 20 méterre van két kamera, amely pásztázza itt az átjárót, illetve ezt a belterületi részt. Miért volt fontos, miért tartotta fontosnak az önkormányzat, hogy kiépüljön a kamerarendszer? Igazából ez is egy korábbi projekt, és több ütemben készült el, és szeretnénk ezt még tovább fejleszteni. Az első része az egy önerős beruházás volt. Itt a falu bejövő, illetve átmenő forgalmát szerettük volna itt az 57-es út mentén, meg az alsóbrendű utak mentén megfigyelni. Ezt követően volt egy Tisztítsuk meg az országot projekt, ahol további két megfigyelési ponttal tudtuk ugyanazt a rendszert bővíteni, a temetőnél, illetve a sportegyesületnél. És most a polgárőrök pályáztak a Magyar Falu Program civil alap programjában sikeresen, és további két eszközt sikerült beszerezni. Ezeknek lényegében ugyanaz a célja, egyrészt a bűnmegelőzés, közbiztonságnak a fenntartása, és másodszorban pedig, ami továbbra is problémát jelent, és ebben is szeretnénk tovább lépni, a településen, illetve a külterületeken a hulladék, illegális hulladék lerakóhelyeknek a felszámolása. 0-24-ben működnek a kamerák, és a polgárőrök, a hivatal, illetve a hatóságok, a rendőrség van rácsatlakozva a rendszerünkre. Az elmúlt két évben, amióta ez működik, több alkalommal tudtuk segíteni a hatóságoknak a munkáját ezen kamerák segítségével. Kell-e, lehet-e még fejleszteni ezt a rendszert? Vannak-e még sötét foltok? Igen, van néhány problémás hely a településen, amik a hulladék lerakás szempontjából okoznak nekünk fejtörést. Ezt szeretnénk a rendszer további bővítésével megoldani, illetve felszámolni ezeket a helyeket, jellemzően külterületi szurdokok, pincesorok, az ilyen problémás helyszínek. Maga a lakosság hogy fogadta a rendszert? Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy pozitív, megnyugtató dolog, hogy növelik a biztonságérzetet a településen, akár a hatóságok. Nyilván továbbra is szükség van a rendőrség, illetve a polgárőrség jelenlétére és hathatós együttműködésére, de ez egy plusz eszköz nekik is, meg nekünk is. És végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a kerékpárút fejlesztésről. Hát nem mai kellettű ennek a forrás szerzése, de kiegészítést is kellett időközben már kérni rá, hiszen leketyegett egy-két év.
Igen, jól mondod, ez egy 2017-es topos pályázat volt, amiben mi vagyunk a Gesztor település, konzorciumban vagyunk a Baranya megyei önkormányzattal, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni a közreműködést, illetve a kormányzatnak a támogatást, és dr. Hargita János országgyűlési képviselő úrnak is a segítségét, mert ők mind kellettek ahhoz, hogy itt tartsunk, és ez a projekt megvalósuljon. 160 millióról emelkedtek a költségek 190-re? Igen, szükséges volt itt az idő előre haladtával, meg az áremelkedések miatt forrás kiegészítéssel élnünk, amiben szintén támogattak minket, így közel 200 millió forintot tudunk költeni erre a projektre. Folyik már javában a beruházás, körülbelül hány százaléka készült el ennek? 75%-os készültségnél tartunk, tényleg látványos, amit itt mögöttem is, meg a régi temető úton is látunk. Az aszfaltozás rétegrendnek ugye a legutolsó eleme, ezen dolgoznak most itt a kivitelezők, úgyhogy bízom benne, hogy néhány héten belül, vagy akár egy-két hónapon belül elkészülhet a beruházás. Egyébként a projekt része egy szemléletformáló program, ami május 29-én lesz, ugyanezen a helyszínen a temetőnek a parkolójában. Ez egy gyereknappal egybekötött program lesz fiataloknak, gyerekeknek, családoknak, tehát mindenkit várunk szeretettel. Szerencsére egyre többen sportolnak és egyre többen kerékpároznak is a településen. Ez egy jó eleme lesz ennek ez a kerékpárút, egyrészt azért is, mert ennek segítségével itt az 57-es út, ami egy forgalmas útvonalnak számít, ezt nem kell használniuk az embereknek, és az alsóbbrendű úton meg szinte Pécsig el tudnak jutni kerékpárúton. Ugye ez a projekt, ez Szederkény-Bój távolságot öleli fel. A Villány felé eleve már megoldott a kerékpárúton a forgalom, Mohács felé is, hogyha jól tudom, fejlesztések lesznek, ott Sátorhely irányába, tehát Mohács felé is el fogunk tudni jutni kerékpáron, és ennek segítségével Pécset is meg tudják közelíteni, akár a turisták, akár a sportolni vágyunk. Ahogy én láttam, az elektromos kerékpároknak van most térnyerése, baráti körben is elég sokan tértek át erre, ami egy jó alternatív megoldás, mert megvan a sportértéke is, viszont nagyobb területeket tudnak egy túra alkalmával bejárni, ezzel a több látványosságot, több élményt tud kapni a sportoló. Minden fejlesztés előre viszi a települést. Évek óta, amióta ez a projekt húzódik, folyamatosan kérdezgetik tőlem, illetve a település vezetéstől is, hogy mikor fog végre elkészülni. Most már nyugodt szívvel mondhatom, hogy néhány hónapon belül tudják használni. Az imént bemutatott fejlesztések is jól példázzák a szederkények tudatos és tervezett községépítését. Kerékpárút, közpark és kamerarendszer csak néhány példa arra, hogy itt bizony tudják, mi a helyes irány. Sikeres tovahaladást kívánunk mindenhez! Nemrég tért haza Ausztriából a Szederkényi iskola 34 diákja. Ez is jól példázza, hogy a tanulásnak, vagy a tapasztalatszerzésnek milyen széles körű palettája van. Egy iskola sikereinek többféle mércéje lehet. Így a kompetencia felmérések, vagy a tanulmányi átlagok mutatói, vagy például térségi és megyei tanulmányi versenyek dobogós helyezései. Ezen megmérettetéseken egyaránt sikeresnek mondhatja magát a Szederkényi Általános Iskola. Nemrég 35 fős gyermekcsoporttal Ausztriába jártak az Erasmus program keretében. Meglászló igazgató a következőképp látja az iskolában folyó szakmai munkát. Az Erasmus program az Európai Unió egyik olyan programja, amelyben Szederkényi iskola az iskola és óvodai partnerségi alprogramban vesz részt többedik éve már. Utóbbi egy-két évben, amikor a pandémia volt, akkor nem tudtuk megvalósítani a kirándulásunkat a ausztriai testvériskolákba. Most viszont hála Istennek múlt héten sikerült egy hetet ott töltenünk. Mik a tapasztalatok? Miért jó egy ilyen kirándulás? Hát alapvetőleg a nyelvgyakorlási szempontokból, és hát természetesen a társas kapcsolatok, barátságok szövése kapcsán is, és ott az ottani körülmények, élethelyzetek, munkák, gyárak, tanulók, iskolák megismerése is fontos. Illik őket ilyenkor visszahívni? Természetesen, és nagy szeretettel várjuk őket május végén, június elején.
Természetesen ebben az időszakban nagyon sok izgalmas dolog történik, a beiskolázásról is beszélhetünk. Egyrészt az ide való beiskolázásról, másrészt pedig az innen való középiskolába való továbbtanulásról. Hogy állnak ezek a dolgok? Hát ha a leendő elsősökről beszélünk, akkor örömmel mondom, hogy 24 elsőst várunk ide. Vannak nagy többségben olyan családok, akinek ezeknek a családoknak az első gyermekük lesz iskolás, ez főleg izgalommal tölti a tanulót és a szülőt is. Megtartottuk a szokásos iskolanyitogató programjainkat, tanulók itt voltak, szülőknek órabemutatót tartottunk, tehát úgy gondolom, hogy remek kis közösség lesz ez. És a távozó nyolcadikosainkról pedig annyit tudunk, hogy jönnek a felvételi értesítők. Úgy tűnik, hogy mindenkit sikerült felvenni különböző középiskolai szintekre, szerintem mindenki megelégedésére. Mitől vonzó a Szederkényi iskola, ha már beiskolázás? Gyakorlatilag, hogyha ide jön egy szülő a gyermekkel együtt, mit lát, mit tapasztal? Hát én úgy gondolom, elsősorban azt a családias légkört próbáljuk követni, hogy nagyon-nagyon odafigyelünk a gyerekre. Szünetekben, óra alatt, szabadidős tevékenységekre fordítunk nagy hangsúlyt, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, és természetesen minden olyan iskolai programra, ami nem csak tanulói keretek között zajlik, hanem például egy osztálykirándulás, egy bemutató vagy különböző versenyeztetés kapcsán. Ezt, hogyha belépnek egy épületbe, vagy akár az udvarra, láthatják, hogy itt rengeteg fejlesztés történt az elmúlt időszakban. Kicsit otthonosabb lett ez az iskola, sőt, mondhatjuk, hogy a környék egyik legotthonosabb iskolája. Hát bízunk benne, hogy a külsősek is így látják ezt a helyzetet. Igen, nagyon örülünk a különböző pályázati sikereknek. Most is sikerült a fenntartóval egy olyan pályázatot elnyernünk a Magyar Falu Program keretén belül, ahol további fejlesztések várhatók, homlokzatfelújítás, csapadékvízelvezetés, térkövezés, csinosítás. Ezt az eredményességet is nézi az, aki ide szeretne tovább tanulni, hogy az innen kikerülő gyerekek mennyire állják meg a helyüket például a középiskolákban, egy-egy kompetencia felmérésnek milyen eredményei vannak, és hát a különböző tanulmányi versenyen hol szerepelnek a szederkényiek, ez is egy jó visszacsatolás. Igen, ez egy nagyon jó visszacsatolás szülőnek, iskolai tanárnak, intézménynek. Jövő héten lesz az országos kompetencia mérés nálunk az iskolában. Ennek két újdonsága van az idei évre vonatkozóan. Egy az, hogy online történik, először, eddig mindig papíralapon volt. Második, hogy visszajön a természettudományos mérés is. Ez egy kicsit azért bennem egy izgalmat okoz, és a itt lévő kollégákban is, hogy milyen jellegű témacsoport, kérdéscsoportok jönnek elő, de bízunk benne, hogy tanulunk ezt is jól fogják teljesíteni. Továbbtanulással kapcsolatban pedig mindig büszkén mondom el, és ezt továbbra is vallom, hogy nagyon jó a tanári gárdánk, felkészítjük a tanulókat azokra az életviteli hasznos tudásra és alapokra, amivel a középiskolában megállják helyüket. Akkor vakaratlanul az a naptára már rápillantanak a gyerekek, meg persze a pedagógusok, és közeleg a tanév vége, egy jó hónap van vissza. Ez az évvégi hajrá, hogy szoktuk volt mondani, lehet még egy kicsit a bizonyítványt javítgatni, és hát ha lehet azt mondani, a ráhangolódni majd a pihenésre, hiszen mindenkire rá fog férni a végén. Hát igen, ráfordultunk itt most az utolsó etapra. A húsvéti szünet utáni időszak az nagyon kezd besűrűsödni, most már itt vagyunk május elején. Egyre inkább jönnek hétről hétre azok az igazából komoly feladatok, amiket teljesíteni kell úgy a tantestületnek, mint a tanulóknak. Bízom benne, hogy ezt is sikerre vesszük, és hát valóban egy hónap múlva már itt a ballagási időszak. Sok ilyenkor a teendő? Tehát ezzel kapcsolatosan is vannak már előkészületek? Hogyne, hát különböző felmérések, tantárgyi felmérések záró szakaszához érkeztünk, témazáró beszámolók, javítási alkalmak megadása a tanulónak, és hát bízom benne, hogy mindenféle olyan statisztikai adatunk ismét, azt mondom, hogy javuló útra tér. Egy nagyon fontos dologról nem ejtettünk még szót, ez a pandémia, amely itt volt velünk, részben itt van még most is, bár nem annyira tapasztaljuk. Azért ez a jelenléti oktatás, ez sokkal jobb, sokkal hatékonyabb, mint online-ban felvenni a kapcsolatot a pedagógussal.
Igen, meglepetésszerűen jött ez a pandémia korszak, mégis a digitális oktatás minden szövődménye. Nagyon sokat fejlődtek a tanulók ismeretei ezen téren, de azt kell mondjam, hogy a tanárok is nagyon összekapták magukat, hiszen a különböző online csatornák nagyon széles palettáját használták a tudás átadásra. Tehát ez volt a haszon benne? Ez volt a haszon, és a majdnem, hogy megfizethetetlen dolog, de mi nem nagyon szeretnénk. Mi sokkal inkább preferáljuk a jelenléti oktatást, mindenkinek ez a jó. Szemtől szembe kontaktus a tanulóval, szülő is így, úgy látom, hogy ezáltal biztosabban bízza ránk a gyermekét, mint ha otthon lenne. Nem látunk be a kulisszák mögé, ezért arra kérem, hogy avasson be minket. Nyugodt hangulat van itt a mindennapokban? Gyakorlatilag egy nyugodt légkör van ebben az iskolában? Hát én nagyon bízom, hogy mindenki így érzi, ahogy ön is mondja. Azért utaltam rá, hogy mi nagyon szeretünk a gyerekkel foglalkozni nálunk. Az a cél, hogy a gyerek jól érezze magát, nem csak a gyermek, hanem a tanár is. Na, ez mindenki megelégedésére történik jó kedvel, akkor biztos, hogy mindenki szívesen jár ide. Ez azt jelenti, hogy néha azért ki kell engedni a gőzt, ezért vannak kisebb-nagyobb programok, amelyek gyakorlatilag ezt szolgálják. Való igaz, hát most indulnak a kirándulások, nem sokára május végén jön a gyermeknap, szervezünk a különböző nem helyben lévő programokat, ahol az is tanórán kívül tanulási tér. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy Szederkényben minőségi oktató és nevelő munka folyik, eredményeik és sikereik pedig magukért beszélnek. Azonban ezekről beszélni kell, hogy mások is megtudják ezt, és esetleg ösztönzően hasson rájuk. Babarczi Majális, polgárőrnappal ötvözve. Ez az új kezdeményezés a Pécsi Sándor által vezetett községben. Már is jövünk a jó hangulatú nap összeállításával. Két év kihagyás után ismét majálist rendeztek a Babarczi sportpályán. A helyi önkormányzat és a Polgárőr Egyesület együttes rendezvénye osztatlan sikert aratott. A hagyományos és modern programelemek jól kiegészítették egymást. Volt itt feldíszített májusfa, finom ételek, sportolási lehetőség, és persze akkumulátoros kismotorok is. Most kimaradt azért a majális, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen az idejében meg kell szervezni. Ebben partner volt a Polgárőr Egyesület, és tényleg a Gáborral megbeszélve, hogy egy polgárőr napot is szerveztünk, és első Virág István polgárőr nap a Virág Pista bácsira emlékezve, hiszen ő 1995. szeptember 1-én több mint, ahogy mondjuk, hogy már 27 éve ő szervezte a Polgárőr Egyesületet, és az utolsó, amíg ő bírta, addig ő volt az elnöke. Ez egy gasztromajális is egyben, hogy látjuk, rengeteg főző csapat van, kisebb-nagyobb közösségek, így egy kicsit szét is váltak a korosztályok, hiszen a fiatalok külön főztek, és persze az idősek is. Igen, mert ennek ez a szép, hogy együtt legyünk. A minden korosztály azért, vannak külön a nyugdíjasok, máshol a fiatalok vagy a sportolók, és együtt vagyunk. A legfontosabb az, hogy ki kivel van, az mindegy, csak összességében együtt legyünk, beszélgessünk, egymást kínálgatjuk, és tényleg együtt töltsünk egy szép napot, hisz a minden napunk egy rohanásról szól, és a futásról, a munkáról, és nem arról, hogy megállunk egy kicsit, beszélgetünk, és egy kicsit üdítőt, vagy netán egy fröccsöt megiszunk, és egy délutánt együtt eltöltünk. Előveszi önben az emlékképeket és a korábbi majálisok képét még a felső sportpályán, amikor úttörő nyakkendőben mozgalmi dalokat énekeltek a babarciak, volt ilyen is. Mindig azt mondom, hogy egyet tudomásul kell venni, a múltunkat ne tagadjuk meg. A múltunk az, hogy mi is abban nőttünk föl, nekünk a 80-as, 70-es, 80-as évek és szép emlékek. Legfontosabb azért, mert fiatalok voltunk. De mellette ugyanúgy voltak lehetőségek, akkor is lehetett élni, és aki szorgalmas volt, meg becsületesen dolgozott, az is boldogult, és én azt mondom, hogy az ember visszagondol, és a legfőképpen a fiatalságára gondol ilyenkor. Most itt körbenézünk, amellett, hogy a finom ételeket fogyasztották az emberek, az idősebbek és az asszonyok sütöttek finom süteményeket, és ez is hozzátartozik a gasztromajáléshoz. Igen, mert az asszonyok is, mi is egy asztaltárságnál vagyunk, megvan, hogy ki főz, melyik évben, és a többiek meg sütögetnek, és akkor van, aki a sós sütemény, és valaki az édes sütemény, és akkor mindenki valamit tesz az asztalra, és amit teszünk az asztalra, azt tudjuk elfogyasztani, és legfontosabb, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, mert régen mindig azt mondtam, régi világban milyen szép volt egy szület, vagy egy
kukoricatörés vagy egy disznóvágás, hogy ennek a közössége, a közösség erejét szeretnénk erősíteni Babarcon. Csak a vércukorra kell egy kicsit odafigyelni, ugye? Hát igen, ma én azt mondom, hogy megbeszéltük a doktor úrral, mai nap elengedhetjük, csak hogy ne figyeljünk oda holnap-holnap után, hogy állítsuk vissza a bizonyos szintre, ami minden nap megfelel. Meddig tart ilyenkor a Dáridó kint a sportpálya? Itt a sportpályán így este 5 óráig, 6 óráig, ki meddig érzi jól magát, és utána összepakolunk, és elmegyünk haza, és holnap kipiheni mindenki magát, vagy ha úgy gondolja, átmegy Szajkra, Majál is folytatja, vagy elmegyünk holnap Babarc Kölkeden futballozik, elkísérjük a futballcsapatot. Kinek milyen programja van, de ma sokan ne felejtsék el, mert Szent Mise van, oda is kell kemenünk. Stein Rajmund alpolgármester úr, a sportegyesület elnöke szorgos hangja volt tegnap délután, hiszen ha minden igaz, a májusfát ott a háttérbe te díszítetted föl. Hát igen, volt egy segítőm, mert ugye magas kettes létrával tudtuk csak ezt a magasságot elérni. Valakinek fognia kellett a létre. Van, reméljük, hogy egy-két év múlva föl lehet rá mászni, és akkor a csúcsot és a hegyit is fel tudjuk díszíteni. Így visszaemlékszel a múltba, ez hanyadik májusfát körülbelül, amit földíszítettél? Gyerekkorodban jártál te májusfát vágni és díszíteni? Hát a gyerekkorunkban nem, hanem ilyen fiatal legénykorunkban, meg hát azután ugye divat vagy szokás volt, hogy leginkább az osztálytárs lányoknak májusfát állítottunk. Később aztán, ha volt már olyan barátnő, akkor azoknak, hát számtalan esetben. Nem tudom megmondani, de legalább 20 év eltelt így, hogy aztán később egy kicsit segítettünk a gyerekeknek is. De mindig nagy kaland volt ez, ugye? Hát nagy kaland volt, általában innen a Halastóról hoztuk a nyárfákat, és hát nem volt egyszerű, mert próbáltunk szép nagyokat hozni, ami nehéz volt, 10-12-en vittük, de... Hát markos ugye, legények, ugye? Akkoriban április utolsó napján, május 1-re virradó éjszaka, ez volt a feladat. És akkor eljött az idő, amikor ezt kitáncoltátok a végén, egy-egy jó pofár bor mellett, ugye? Hát bor eleinte nem volt, de később aztán igen. Úgy volt, hogy nem tudom hány hétre rá, akkor kitáncoltuk. Magyarul, hát ugye meg voltunk hívva egy vendégségbe, az a lányos házhoz, ahová állítottuk. Ha Babarcon Majál is van, akkor összejön a falu apra a nagyja. Te szereted ezeket az eseményeket? Hát nagyon szeretem, hiszen sok mindenkivel igazából ekkor lehet találkozni, ugye egyszerre. Tehát ugye a falu időse, meg a fiatalja is itt van, akiket azért úgy évközben, meg hétközben nem nagyon látunk, főleg nem ilyen egy rakáson vagy egy helyen. Úgy látom, hogy ott jó a hangulatú a társaság, ahova beülsz éppen, mert hozod a vicceidet. Hát általában úgy van, tehát szeretnek a környezetembe ülni, mert szórakoztatom őket. Hát viccből van elég, mindig valami ihlet jön, amiről eszembe jut valami, és akkor abból egy jó kis poén. Ha itt körbenézünk, akkor kijelenthetjük, hogy egy összetartó kis falu Babarc? Igen, volt egy kicsit jobb is, de én remélem, hogy ezek az összejövetelek, amik most már itt a Covid után lehetőséget biztosítanak összejövetelekre, ezek kicsit újra összerántják a falunak a lakosságát, és elsősorban azokat, akik most ilyen 40 évesek, tehát nekik kell most átvenni a stafétát a 60-70 évesektől, és hát tovább vinni ezt a dolgot, átadni az ő gyerekeiknek is már lassan. Hogy mondjuk 10-20 év múlva is legyen majálését Babarcon. Hát pontosan, tehát jövőre is 10-20 év múlva is, és 30 év múlva is, hát előlegezzük már meg ezt is. Mint az elhangzott polgármester úr részéről is, ez egyben ma egy polgárőr majális, és miket hoztatok magatokkal, mivel tettétek színesebbé a majálést? Hát igyekeztünk mindenféle gyerekjátékokat elhozni a megyei szövetségtől. Úgy látszott, nagy sikere volt neki, mert a motorok egész nap mentek, a kis játékmotorok. Eljöttek a Bolyi Polgárőr Egyesület tagjai, ők elhozták a drónjukat magukkal, mindenféle technikai eszközt. A későbbiekben még talán érkeznek a pécsi motorosok is, akik a gyerekeknek egy kis játékot hoznak. Nem tudjuk még pontosan, mert meglepetés lesz, talán nekem is még. Igyekeztünk összehozni ezt a napot, nem kevés munka van benne. Reméljük, jó sikerült a gyerekeknek. Mekkora egyesület működik itt Babarcon? Hány tagja van a polgárőr kis csapatnak? Jelenleg 68 főben működünk. A nagy része idős, sajnos már, tehát
nagyon küzdünk a fiatalitással, kevés sikerrel, sajnos el kell mondjam. Kellenek az ilyen napok, amikor látják, kellenek, hogy vagytok. Igen, nagyon kellenének, akik hát valaki kedvet kap a polgárőrséghez, ez az önkéntes munkához. Hát nehéz, nagyon mivel nehéz. Mivel csábítjátok őket, ezzel a jó technikával többek között? Igyekszünk megpróbálni ezeket idehozni, de sajnos nem nagyon motiválja őket. Az önkéntes munkákkal főleg. Tehát van egy korosztály, akire jellemző, hogy polgárőr lesz, és a fiatalok egyelőre igen, még nem kaptak rá az ízére. Igen, egyelőre van az a 50, 40, 50, 60 közötti korosztály, aki még úgymond hadrafogható, aki még teszi a dolgát itt a falu belül. Egy párral járunk el mindenféle rendezvényekre, közösen a boi polgárőrökkel, a szerelkényekkel, igyekszünk nagyon jó kapcsolatban lenni. De mint tudatosul bizonyítja nálunk is Bogarcon, hogy hatalmas összefogás van itt a rendezvények terén, és igyekezünk több település polgárőrt idehozni Bogarcon, ők is lássanak rendezvényt. Igyekszünk, amit tud, megteszünk. Tehát nehéz. Gábor, egy kicsit a majálisokról és a majális hangulatáról itt Babarcon. Hát te gyermekkorodban is már kijártál, gondolom, itt majálisra. Igen, jártam. Hát ilyen kis lapos majálisok voltak ehhez képest. Igyekeztem minden beletenni ebbe a majálisba, hogy legyenek emberek. Hál' Istennek össze is jött. Tehát meglepetés volt, hogy ennyi ember kijött a kis rendezvényünkre. Tehát ezt az utat kell folytatni tovább, csak még inkább ide csábítani a tömeget. Igen, én már tervezem a jövő évi programokat, tehát jövőre szeretném még nagyobbat ebből a polgári napok kapcsolatban, amit hozzá kell tennem, hogy a volt elnökünk nevéről neveztük el, Virág Pista bácsiról. Reméljük fel, vigyázz ránk, és nehéz megfogalmazni, rá gondolok, hogy ő leadta a polgársaság az alapját, nekem tovább kell vinnem, ami nagyon nehéz. Nehéz őt fölülmúlni a munkásságával. Talán nem is kell, csak egy színvonalat hozni, ugye? Igen, megpróbáljuk azt is, de az is nagyon nehéz. Idősödő állományon nagyon nehéz. Sok sikert nektek, és nagyon jó programot itt a mai napra. Oké, köszönöm szépen még a... Mind, ahogy az el is hangzott, szomszédoláson vesznek részt a boi polgárőrök. Nagyon szívesen jöttök más településekre és rendezvényekre, így ma Babarcra is. Igen, mindenféleképpen a szomszéd... településekkel, a szomszéd településekkel lévő polgárőr egyesületekkel feltétlenül jó kapcsolatokat ápolunk, és segítjük egymás munkáját, és építjük azt. Illetve örömmel vesszük azt, hogy a mi tavalyi polgárőr napunk után már a szomszéd település polgárőr egyesülete is gondolkodott ebben. És hát van rá fogadó készség a település részéről, úgy látszik, hogy mindenhol tisztelik, becsülik a polgárőröket. Igen, ezt én látom, hogy szeretnek részt venni. Ez egyfajta, egy ilyen kis ismertető marketing része is, azért, hogy népszerűsítsük a polgárőrséget, azért az egy ilyen országos statisztika, hogy a polgárőrségnek a létszáma idősödő, és ezáltal kell valamivel, illetve olyan eseményekkel, ahol próbáljuk bemutatni, hogy egy közösséget alkotunk, és hogy érdemes ehhez a közösséghez tartozni. Jó csapat van Babarcon, érdemes velük így összejárni rendezvények kapcsán? Igen, nekem teljesen pozitív a képem, ugye én ugye az egyesületet átvettem itt most már 3 éve, gyakorlatilag én örököltem a kapcsolatot, de azt mondom, hogy nagyon jó a kapcsolat, egymást rendezvényein, ha esetleg létszámhiányba esünk, akkor egy telefon és azonnal jövünk mi is, és jönnek ők is. Milyen a hangulata ennek a majálisnak itt Babarcon? Teljesen jó, nekem pozitív az én számomra, nem is vártam olyan nagy dolgot, eljöttünk, ugye áthoztuk az eszközeinket, bemutattuk, hogy milyen a drónt is elhoztuk, hogy ugye az egy új a mi életünkben is, és azt is elhoztuk, bemutattuk itt is, és azt látom, hogy egész jó a fogadtatás, hogy egy kis településről beszélünk, én teljesen pozitívnak és jónak látom a létszámot is, meg a hangulatot is. A babarci majális szép időben sokakat vonzott a sportpályára, baráti társaságok hosszú órákat töltöttek itt a terített asztalok mellett beszélgetve. Ismét együtt élt a közösség, így hát az esemény betöltötte szerepét, a gyerekek pedig minden lehetőséget kihasználtak ezen a tartalmas napon. A komlói kolbásznak nincsen párja. Állítják a komlóiak, akik 11 éve rendeznek nemzetközi kolbásztöltő versenyt. Sejtek, hogy a jó kedvem van az állatója. Én az ilyen úgy, mert ugok erőm, lesz az vízni. Szó
a kolondoljak utána. Mondja teger a hajába, másba követ a babája. A Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál évek óta Komló egyik legnépszerűbb rendezvénye. A verseny helyszíne idén is a Városi Sportközpont volt. A program egy látvány disznóvágással indult, ami után a jelentkező csapatok elfoglalhatták helyüket a sportcsarnok küzdőterén kialakított asztaloknál. A hatfős spéci stábok ezután rögtön munkához is láthattak, hogy két órányi darálás, gyúrás, fűszerezés és töltés után délre a zsűri asztalára helyezik a versenymintáikat. Az idejében február helyett április 30-án került sor a Kolbásztöltő Fesztiválra, tekintettel a pandémiára és annak mostanra való visszaszorulására. Nem vagyok én, hogy amit minden este lecserélnek. Komlóváros polgármestere büszkén mondhatja el, hogy immáron 11. alkalommal rendeznek Kolbásztöltő Fesztivált, és nemzetközi ez az esemény. Igen, nagy öröm számomra, hisz 2010-ben sok minden megváltozott Komlón. Ez is egy új eseményi nőtte ki magát, akkor még egy vállalatnak az éttermébe indítottuk az első Komlói Kolbásztöltő Fesztivált, ami hála Isten mostani nehéz időszakot is figyelembe véve megélte a 11-et, és a Covid járvány miatt is csak egyet kellett a tavalyit kihagynunk. Nemzetközi már nagyon régóta, hisz a testvérvárosaink minden alkalommal itt voltak. Legyenek Erdélyből, Kárpátaljáról, Németországból. Most a nemzetköziséget a Neckartenzlingeni németországi delegáció adja ennek a mai 11. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválnak. Polgármester úr, avasson be minket a részletekbe, ugye a városlakók is tudnak jó kolbászt készíteni. Igen, már mondtam, Komló nem arról híres, hogy mint a Békés Csabai a kolbászról, de én azt tudom mondani, és az a tapasztalatom, hogy ez a fesztivál fölírta magát a térképre, és nagyon sokan már várják azt az időpontot, amikor megrendezésre kerül, és bízom abban, hogy a jövő évben már normál időszakban farsangi naptár szerint fogjuk tudni megtartani. Komló igen, nem a kolbász töltéséről híres, de Komló 19 megyéből idejött embereknek a közössége, ahol megtalálható városi, falusi és különböző nemzetiségű ember, és azért Magyarország az mindig is híres volt a saját termékeiről, és én úgy gondolom, hogy a magyar kolbász többet között a pálinka mellett az egy hungarikum, egy kuriózum, és aki itt él, az életének különböző korszakában, így én is átéltem faluhelyen, hogy ha enni akartunk, akkor már pedig kolbászt is kellett csinálni, meg sok és meg kellett csinálni. És meg kellett csinálni, és nem mentünk el a multi láncba, és ott vettük meg, hanem saját magunk állítottuk elő az alapanyagot, saját magunk állítottuk elő a hozzávalókat, és tudtuk, hogy a mi izzadságunk van benne, és ettől már alapban jobbnak kell lenni bárminél. Egyébben egyszer kötelező közmeghallgatást tartani, hát ez fölér öttel is akár, annyi komlói van itt egy helyen. Igen, ha bár most ebben a szokatlan időpontban csapatokat tekintve fele annyian vagyunk, mint a farsangi időszakban szoktunk lenni, de mint ahogy akkor is, most is nagyon sok embert ide vonz ez a rendezvény, és úgy gondolom a Covid után, amikor mindenki ebben az őrületben, a bezártságban élt, jó egy picit kiengedni a gőzt, és ez
a több mint 12 órás rendezvény, mert reggel 8-kor kezdtünk egy látványdisznóvágással, este tervezük 9:30-ig. Ez alkalom arra, hogy mindenki jól érezze magát, találkozzon régen nem látott ismerősökkel, barátokkal, egy kicsit elbeszélgessenek, és mindenki jól érezze magát. És erre mondják, hogy a nagy dolgok amúgy is a fehér asztal mellett dőlnek. Így van, így van. Jó szórakozást! Nagyon szépen köszönöm. A nevezések mintegy 80%-a Komlóról érkezett, főleg intézmények és cégek indítottak csapatokat, de a megye prominensei is ott voltak, na és család és baráti társaságok is asztalhoz álltak, hogy megvillantsák kolbásztöltő képességüket. Látványos kolbásztálak is készültek, mert hogy nem az étvágyat, a szemeken keresztül lehet leginkább ingerelni. Képviselő immáron Komlón 11. alkalommal kerül sor kolbásztöltő fesztiválra, nemzetközi fesztiválra, hiszen a határon kívülről is érkeztek ide vendégek. Milyen a hangulatban a csarnokban? Hát fantasztikus, végre a tavalyi év után, amikor nem lehetett megtartani ilyen rendezvényeket a világjárvány következtében, most újra indíthattuk ezt a nagy rendezvényt. Komlónak és a komlói közösségnek igénye van arra, hogy legyenek rendezvényei, legyenek fesztiváljai. A kolbásztölt, ami már valóban 11. alkalommal kerül megrendezésre, egy olyan elementáris, mindenkit megmozgató fesztivál és rendezvény, amire méltán vagyunk büszkék, hogy Komlónak már van egy országosan és nemzetközi téren is látható brandje, márkája. A komlói kolbásztöltő azért is eredményes rendezvény, mert most már nagyon-nagyon sok partner, részben a komlóiak, részben a baranyai térségnek a vendégei, illetve hát a határon túli testvérvárosok is ide érkeznek ilyenkor, kiállítanak egy-egy közösséget, akik odaállnak, és a kapott nyers húsból, daráláson keresztül elkészítik a saját ízesítésű kolbászaikat. És ennek van egy egészséges versengés szemlélete, és van persze egy közösség erősítő, közösség teremtő és közösség fejlesztő következménye. Mindenki, aki itt részt vesz egy csapattal, az jól érzi magát, barátkozik a szomszédokkal, és közben pedig megéli azt a ma már nem annyira természetes jelenséget, amikor minden reklám, minden nyugati irányultság csak az egyén fejlesztéséről, boldogulásáról, önmegvalósításáról szól. Megéljük azt a közösségi létformát, ami az apáink, nagyapáink időszakában természetes velejárója volt a társadalmi életnek, hogy a család, a helyi közösség, a baráti körök, a települési közösség az valóban valódi közösség formájában ünnepeket ült. Ez a mi ünnepünk itt Komlón. És olyan régen Perekeden kóstolhatott finom kolbászokat, itt is fog majd Komlón. Az ön olvasatában mitől jó a magyar kolbász? Én nem vagyok a gasztronómiának különleges szakértője, viszont itt a zsűri tagjai, akik mesterszakások és nemzetközi megbecsült komoly gasztronómiai szakemberek, ők azt mondják, hogy minden tájegységnek Magyarországon megvan a saját ízesítési kultúrája. Ezek azok a receptek, amiket a nagymamák őriztek évszázadokon át, továbbadtak a lányaiknak, unokáiknak, és Komlónak is, ennek a térségnek is, Baranyának is, a nemzetiségi együttérésből származóan, ugye itt vannak romák, vannak horvátok, vannak németek, és ezáltal a nemzetiségi együttérés évszázadaiból egy sajátos és különálló receptúra érvényesül. Úgyhogy ez egy jó küvé, ugye? Ez egy nagyon jó küvé, úgyhogy azt mondta a zsűri elnök, hogy végre eljött az ideje annak a 11. fesztiválon, hogy bejelentsük, hogy a más térségek által már kitermelt és kidolgozott márkanevek mellé Békés Csabai kolbász, Gyulai kolbász, egyéb városrészek és országrészeknek a kolbász receptúrája mellé sorakozzon fel idéntől a komlói kolbász. Úgyhogy ez az idei évnek az üzenete és ez a küldetésünk, hogy a komlói kolbász megpróbáljuk az itteni receptek alapján egy új, önálló és új márkává nemesíteni. Térségünket a lépjóiak képviselik ezen a kolbásztöltő fesztiválon. Úgy látom, hogy elég népes csapattal érkeztek a lépjóiak. Igen, elég népes csapattal érkeztünk, egyre nagyobb a lelkesedés. Egy hónappal ezelőtt a siklósi vathús promóción vettük részt először csapatként, de a csapat lelkesedése töretlen, és ezért most megpróbáljuk magunkat kolbászban is, hogy tudunk együttműködni, hogy fog ez ma összejönni, és keresünk még a térségünkbe hasonló főzőversenyeket, és megpróbáljuk. Milyen a gyakorlat? Lipon gondolom még vágnak disznót. Falusi környezetben jellemző ez ma még Magyarországon. Igen. Lipon abszolút, mert svábok laktak a község, és ott még a stifulder készítés hagyomány, és mi ma ezt próbáltuk, hogy a lipói stifulder hogy fogja megállni a helyét kolbász formájában. Meglátjuk. Ki kóstolgatotta, vagy konkrét recepttel érkeztete?
Hát nincs konkrét receptünk, hanem, de mint kiderült, mindenki hasonlóan készíti a kolbászt, vagy ezt a Schiffuldert Lippón, és közösen készítettük, és legalább négyen kóstoltuk, úgyhogy tényleg csapatmunka. Talán nem rontottátok el, ugye? Majd kiderül. Sikerült-e átpillantgatni a többi csapathoz is, vagy akkora nagy volt a tempó, hogy erre még nem volt idő? Nem. Nagyon lazára vettük, megnéztük a többi csapatot is, nagyon-nagyon barátságosak. Megkóstoltuk már a tavalyi szalámikat, sőt, töpörtjük rémes kenyérrel, meg mindennel kínálgattak bennünket, és mi is őket természetesen. Jó ötlet ez a fesztivál? Nagyon, nagyon-nagyon jó ötlet, nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy reméljük jövőre is fogunk jönni, hogyha a csapat úgy gondolja. Várjuk el azért, hogy Lipón van-e hasonló gasztro jellegű fesztivál? Nincsen, nekünk nincs gasztro, de főzőversenyünk, bocsánat, hát a falunap, igen, a vegyes pörköltel, ez idén most már a 20 éves jubileumát fogja ünnepelni, úgyhogy, de hát a kolbász azért az más, mint a pörkölt főzés. Úra keresek csapat a Pécsről érkezett, és ha minden igaz, 3 évvel ezelőtt már belekóstoltatok ebbe a feelingbe. Milyen a hangulatban a csarnokban? Nagyon-nagyon jó. Most jöttünk egy pár órával ezelőtt, volt már egy publikus disznóvágás, aztán behurcolkodtunk, fölkészültünk a darabolásra, töltésre. Most éppen a pihentetők is pár perces szórakozást töltjük. Nagyon jó a szórakozás, nagyon jó hangulat. Otthon is szoktatok disznót vágni és feldolgozni disznót, vagy csak így gyakoroljátok ezt a csodás dolgot? Gyerekkorunkban volt ilyen sztori, de hát a mostani világban már nem. Néha kolbászt töltünk, mikor elmaradt ez az éves kolbásztöltő verseny, de egyébként örülünk, hogy itt lehetünk. Van-e külön fortély a ti kolbászotoknak? Kerül-e bele olyan titkos hozzávaló, ami más kolbászokban esetleg nem? Nem tudom, hogy más kolbászok milyenek, amilyenek a speciális. Van egy speciális recept, arra épp a barátomnak még a hagyománya az ősöktől került hozzánk. Az egy speciális recept, és általában mindig ízletes és jó kolbászt csinálunk bele. Sóbors paprika mindenképpen megy bele, ugye? Mindenképpen. Hát ez a titka, a szép paprika, hogy azért színegy legyen annak a kolbász. Hát így igaz, kalocsai, hogyha lehet. Eszitek is a kolbászt? Tehát ezek a férfi legények azért mindenki jó húsban is van. Egy karika kolbászt azért meg tud enni egy pár szelet kenyérrel, ugye? Mindenképpen, hogyha mód van rá, akkor itt megsütünk egy adagot a kóstolónak. A többit meg elviszük haza, vagy lefüstöljük, vagy hát ebbe a 20 fokba lehet, hogy lefagyasztjuk, és akkor még később megsütjük külön. Nagy ötlet volt a komlóiak részéről, hogy ezt a fesztivált életre hívták? Szerintem jó, egyébként jó. Most már harmadik alkalommal vagyunk itt. Jó érezzük magunkat, egy jó kis történet. Ez egy férfi nap, ugye? Így igaz. De lehet, hogy még a lányok is lejönnek egyébként egyet táncolni, vagy kicsit megnézni, hogy mit dolgozunk. A Fesztivál Komló egyik legfontosabb közösségépítő rendezvénye. Természetesen azokat is szeretettel várták ide, akik nem fértek be a csapatokba. Egész nap élő zene szólt, és a versenyzőknek köszönhetően kóstolni valóban sem volt hiány. Ilyen volt a 11. alkalom, sok finomsággal és élményekkel tarkítva. Már érik az idei hazai eper. A kedvelt gyümölcs nyomába eredünk egy vajzlói termelőt felkeresve. A hazai eper promotálását ezúttal is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatja. A hűvösebb időjárás miatt a tavainál kicsit később indult meg az eper szezonja. Ugyanakkor napokon belül megjelenhet a vajzlói gyümölcs, így például Mosgai Antal termelő epresében, ahol nem túlzás 200 ezer palántát ültettek. Itt úgy számolnak, hogy amennyivel később indult a szezon, annyival tovább is tarthat. Ugyanakkor az őstermelő arra is figyelmeztet, ne dőljünk be, mert sok helyen magyar eperként árulják az import terméket. Gyümölcsösét pedig a következőképp mutatja be. Mi a Mosgai Eperfarm vagyunk, 10 éve foglalkozunk földi epertermesztéssel Vajzló határában, hozzávetőlegesen 5 hektár területen, a területünk fele fóliasátras termesztés, a másik fele pedig szabadföldi termesztés, viszonylag intenzív technológiával, bakháton, talajtakaró fóliával és csepegtető öntözővel ápoljuk, gondozzuk a növényeinket. Elkezdődött a szezon, de gondolom már hosszú hetek, hónapok óta folyik a munka, hogy itt nagyon szép termés lehessen. Mi a lényeg ennek a technológiának? Magába a sátor alatt milyen eper terem? Csak is nagyon finom eper teremhet. Benne van a tudásunk, a szívünk, a lelkünk, a munkánk, meg az ormánsági napsütés is.
Hogyha megnézzük, hogy milyen fajta eprekkel foglalkoztok, itt is megfigyelhető-e ugyanaz, mint mondjuk a Dényinél, hogy rengeteg fajta van, egyik finomabb, mint a másik. Nyilván ez a földi epernél is ugyanígy van. A nemesítés az folyamatos a különböző faiskoláknál. Mi ennek ellenére két fajtára koncentráltuk a termesztésünket, egy korai fajta és egy szabadföldi fajta. Elsősorban azt vesszük figyelembe, hogy mik azok a fajták, amiket a piac megkíván, és ennek megfelelően termelünk, vagy választunk fajtát. Kicsit lőjük be az időszakot, hogy mit tekintünk eper szezonnak, és gyakorlatilag a jó minőség, a primőr áru mikor kerül először a polcokra? Azt gondolom, hogy április elejétől a fűtött sátrakból már magyar földi eper születelhető. Erre túl nagy rálátásom nincs, nálunk csak hideg sátrak vannak, fűtetlen fóliák. A fűtetlen fólia sátrakban azt gondolom, hogy a normál, megszokott kezdés az április második fele, 20-a, 25-e. Itt megjegyezném, hogy idén hozzávetőlegesen egy hét csúszásba, késésbe vagyunk az időjárás következtében, de mindenkit megnyugtatok, hogy ez az egy hét, ez pluszba a szezon végén hozzá fog tolódni. A szezon kezdete, ha nekem kell meghatározni, akkor április 20 jellemzően, a vége pedig június közepe, ami idén könnyen lehet június 20-a is akár. Miért ajánlhatjuk az ormánsági epret? Mennyivel másabb ez, mint más tájegység, más tájegységeken, más országokba termelt eper? Hát akkor szűkítsük egyszer. Azt gondolom, hogy a hazai eper az mindenképpen legyőzi ízben, minőségben, ízvilágban az import epret. Az eper azt gondolom, hogy egy olyan gyümölcs, amit frissen kell fogyasztani, frissen szüretelve, ami déli országokból jön, hát én nem más szeretném. Más ízvilág, ugye? Egyrészt más ízvilág, a másik pedig a piacszervezés és az ubut miatt azt annyira éretlen állapotba kell leszüretelni, hogy még piacképes legyen a magyar pultokon, hogy egyszerűen nem tudja, tehát egy jó fajta eper, amit Görögországba szüretelnek, és mire eljut Magyarországra az üzletháznak a polcára, ahhoz, hogy az eladható legyen ott a polcon, ahhoz szinte teljes éretlenül kell leszüretelni. Tehát egy jó fajta is, ha éretlenül van leszedve és a dobozba érik be, akkor biztosan nem lesz finom. Ezzel szemben mi, magyar termelők, minden nap frissebbre tudunk szedni, azt tudjuk vinni a kereskedőinknek, és ha tovább szűkítjük a kört, ugye itt az ormánságban vagyunk, az országnak a legdélebbi részén, itt a legtöbb a napsütés, nagyon jó, nagyon ügyes kertészek vannak, nem hiába szereztünk országos hírnevet magunknak a Vajszói dínyével. Most az a tervünk, hogy a eperrel is hasonló hírnévre fogunk szert tenni, és be fog rögződni az emberek fejébe, hogy a Vajszói eper az finom. Mi mindent megteszünk ezért. Előző percekben kóstoltok is ezt a finom epret, tehát hatalmas nagy szemek vannak. Természetesen a magyar eper az GMO-mentes. Mitől lesz ilyen gyönyörű, szép? Milyen tápanyagot kap? Komplett tápoldatási receptekkel dolgozunk. Mindig a növénynek megfelelő, fenológiai fázisának megfelelő túlsúlyos tápoldattal öntözünk. Nem visszük el egy nagyon mesterséges irányba, emellett szerves trágyást, feltöltésnél szerves trágyát használunk, folyamatosan öntözzük. A piac igényli a nagyszemű epreket, ezért olyan fajtákat választunk, amik viszonylag nagy bogyókat teremnek. A technológia, mondhatom, hogy intenzív. Ez a sok kis összetevő eredményezi azt, hogy lényegesen szebb epret tudunk előállítani, mint otthon a konyhakertekben általában megtermelnek az emberek. Mi a tapasztalat, a fólia alól kikerült epret, vagy a szabadföldön megtermett epret keresik inkább az emberek? Én azt gondolom, hogy mindkettőt. Mindkettőnek megvan a sajátossága. Fólia sátorban termelt epret az mindenképpen primőr, újdonság, egy friss élményt jelent a fogyasztása. A szabadföldi eper pedig a befőző szezonban, esetleg pálinka főzésre nagyon alkalmas. Tehát azt gondolom, hogy létjogosultsága van a korai termesztésnek is, a szabadföldi termesztésnek is. Nyilván mi ezeket a technológiákat próbáljuk a fajtával is összeházasítani, tehát korábbi fajtákat termelünk a sátrakba, későbbi hosszabb érésidejüket pedig a szabadföldön. Egy gyümölcskedvelő ember, ha nekiáll epret tenni, mennyit tud ebből megenni, Isten igazából? Nem tudom, hogy készült-e felmérés, meg azt gondolom, hogy ez nagyon szubjektív. Én nagyon szeretem az epret. Én azt gondolom, hogy szület időszakban adott napokon több kilót is elfogyasztok. De jó az ötlet, egyszer ki fogom próbálni, egy gyomorra.
Mindenképpen ajánlott mondjuk családi asztalra kitenni ebéd után, vagy uzsonna gyanánt a gyerekeknek is. Mindenki szereti az epret, legalábbis ez a tapasztalatom a gyerekek részéről. Igen, mi is tapasztaljuk. Nyilván ismerettségi körbe gyakran ajándékozunk epret, mindenhol nagy öröm. És akkor itt szeretném megjegyezni, hogy van egy olyan lehetőség is itt a Mozgai Eperfarmon, hogy a szabadföldi eperérésekkor szervezünk Szedd Magad akciót, ahova várjuk a vásárlókat eperszedésre. Nagyon kedvelik, egyrészt rövid az értékesítési lánc, hiszen a termelő és a fogyasztó találkozik közvetlenül. Nyilván nincs kereskedői haszon. A másik pedig, hogy az árat azt mindig úgy határozzuk meg, hogy leszedett eperrel szemben, itt a szedetési költséget csökkentjük az árat. Tehát nagyon jó áron szerezhető be ez a Szedd Magad akcióba. Másrészt a kérdésre válaszolva, azt tapasztaljuk mi is tényleg, hogy egy feelingje van ennek az egész eper szedésnek, eper fogyasztásnak, és családok jönnek délutáni programként, kóstolgatják, és szedik maguknak, viszik haza fogyasztani, lekvárt főzni. Én is azt látom, hogy az emberek többsége szereti a földi epret. Az itt élő családok számára ez megélhetést jelent? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, sőt, talán egyre inkább átalakul egy kicsit a zöldség-gyümölcs piac. Mi termelők az utóbbi években kezdjük azt érezni, hogy mi is érünk valamit. Van értéke az általunk termelt gyümölcsöknek, zöldségeknek. Ezelőtt 15 éve sokszor éreztem azt, hogy majdnem, hogy feleslegesnek látnak a kereskedők engem a piacon, mint innye termelőt, mert annyira sokan voltunk. Most ezzel szemben úgy látom, hogy kiegyenlítődött a piac. Partnerként kezelnek, ugye? Igen, igen. Ez egy jó szó, partnerként kezdenek kezelni egy ideje. Ez mindenképpen, tehát anyagilag is, de erkölcsileg is egy fontos momentum a munkánkban. Nagyon jó munkát kívánunk, és nagyon szép termést mindannyiunk javára, hiszen fogyasztjuk a finom ormánsági epret. Ennek nagyon örülök, a jó kívánságokat köszönöm. Én pedig azt kívánom a fogyasztóknak, hogy fogyasszák egészséggel az ormánsági epret, és kérem, hogy keressék tudatosan a hazait, megéri. Osztályvezető, jó körbenézni itt ezen a területen, a fólia sátrak alatt hatalmas nagy termés mennyiség van. Lehet látni, érezni a szakértelmet. Igen, az ormánsági eper szamóca termelők, ugye, ők már kezdték a dinnyével, tehát mindenkinek egy 20 éves múltja van az ömének, és ugye szeretik ezeket csinálni. Aki ránézett erre a képekre, meg amit most csinál képeket, ugye ezt maga nem csak enni, hanem az ilyen állapotban lévő ültetvényeket nézegetni is nagyon gyönyörű, lelket telíti. A jó minőséghez persze szakértelem is kell, ezek az emberek tanulják ezt, és beletanulnak, hiszen a termelés közben tanulja Isten igazából meg az ember a technológiát. Hány éve van jelen az eper itt az ormánságban? Ilyen volumenben az eper egy 6-7 éve van jelen. Az emberek általában egymástól, internetes fórumokon utána érdeklődnek, önképzéseket csinálnak, egyes műtrágya és forgalmazó cégek keresik meg, tanácsokkal látják el őket, és hála Istennek idáig eljutottak, hogy az ormánságban ennyi és ilyen jó minőségű eper van már. Az előbb a gazda elmondta nekünk, hogy gyakorlatilag partnerként kezelik már a kereskedők őket. Ehhez az is kellett, hogy tényleg gazdaságilag kialakuljon egy olyan piramis, egy olyan rendszer, ahol mindenki jól jár? Igen. Igen, az árképzésben is kell egy olyan árképzés. Idén nagy kérdés lesz, hogy hol fog megállni az ormánsági epernek az ára. Mi úgy gondoltuk, meg úgy beszélgettünk, hogy vajon olyan árképzés kell, hogy a fogyasztó is meg tudja venni, és mi is el tudjuk adni az árunkat, meg mindenki megéljen, és mindenki viszonylag jól járjon, amit szeretett volna ebbe az egészből kiszedni. Meglátjuk a jövő kérdése még ez. Nézzük azt, hogy hol találkozhatunk a finom ormánsági eperrel, nagykereskedelemben, kiskereskedelemben, egyáltalán hogy jut el az emberekhez az eper? Az ormánsági eper az sok felé megjelenik. Elsősorban az útszéli árusoknál, piacokon, kiskereskedőknél jellemzően, de eljut már magyar áruházláncokba is van belőle. Zömében azért a kiskereskedés, a piacolás. Nagyon sok termelő húzta azt a lépést, hogy ő saját maga piacokon árulja az epret, hétvégeken, heti egy-két alkalommal bemegy, ugye amikor a gazdaságot itt tudja hagyni. Mennyire keresett gyümölcs az eper? Szereti-e a magyar ember? A magyar ember nagyon szereti az epret.
ő a, ugye az első gyümölcsünk, ami idén megjelenik, vagy minden évben megjelenik. Ezt imádják az emberek, és keresik folyamatosan. Persze uniós tagok vagyunk, ebből fakadóan a nagykereskedelembe külföldről is érkezik eper. Mi a különbség a külföldről érkezett eper és a hazai között? Hát a külföldi eper is szép is jó, de aki megkóstolt egy hazait meg egy külföldit, az azt így tudja, hogy miről beszélünk a hazainak. Ennek az a lényege, hogy mi az epret, azt megvárjuk, amíg tövön megérik, és utána rakjuk a ládába, a pultba, amikor olyan ízanyag kialakul. Nekünk nem kell nagyon egy-két napos szedési, szállítási dolgaink van, mivel a fogyasztóhoz eljut. Még egy külföldi epernek a logisztikája úgy gondolom 4-5 napba, egy hétbe is beletelik. És ezeket mi avval tudjuk előrébb rakni, hogy mi éretten szedjük az epret, éretten visszük oda, amikor már kialakult az íze, aromája minden egy gyümölcsnek. Hogy fogyasztjuk általában az epret? Az epret? Hát amennyit csak tudunk belőle. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok, de ezt az epret, ugye sokan valamikor cukrozták az epret, mert ezt nem kell cukrozni. Tehát ezeket most... mézédes, ugye? Ez mézédes, ezt nem kell cukrozni, ezt nyugodtan mindenki mossa meg egy kicsit és fogyassza magába. Nagyon jól fog járni. Ez a jó bornak is kell a cégére, a jó epernek is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara miért tartja fontosnak, hogy promotálja ezt a terméket? Az Agrárgazdasági Kamara minden terméket, amit az Ormánságban vagy Baranyában termelnek, és szükség van rá, promotáljuk, mert szükség van rá. Termelők érezzék azt, hogy ő vele foglalkoznak, őnek is segítenek. Mi ezt tudjuk hozzárakni, egy kis promóciót az epernek, ugye dinnyével folytatjuk, és szerintem a fogya, vagy fölhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy ez van, igenis ezt vásárolják, és ez sokat jelent a termelőknek. Ha már itt vagyunk az Ormánságban, akkor nagyon sikeres eper, és ezt követően pedig dinnye szezont kívánunk Önöknek. Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy a képekből látszik, az eper az most már megtermett, azt most már szedik, biztos, hogy jó lesz, a piacok várják már, a görög dinnyénk első körben el vannak ültetve, szerintem avval folytatjuk a promóciós dolgainkat. A magyar földi epernek saját tapasztalataink alapján is teljesen más az íze, mint az importárunak. Ha a vásárlók tudatosan ezt választják, akkor nem csak minőségben kapnak jobbat, hanem a helyi termelőket is támogatják. Kóstolják Önök is a mennyei finomságot. A siklósi várlovak termében vehették át a boros gazdák jól megérdemelt okleveleiket. Mindez a Tenkeshegy község szervezésében történt a Szentgyörgynapi borverseny keretében. Imár 37. alkalommal került sor a Tenkeshegy község Szentgyörgynapi borversenyére, stílusosan a siklósi várlovak termében. Neves zsűri minősítette a gazdák bormintáit, megkülönböztetve a kis és nagy termelőket. A díjátadóra szinte minden érintette eljött, hogy személyesen vehesse át megérdemelt oklevelét. A hagyományos kategóriákon kívül a tenkes kapitány és Siklósváros bora elismeréseket is kiosztották az ítészek. A helyi bortermelők igen büszkék az itt elért sikerre, hiszen rangja és patinája van ennek a tradicionális borversenynek. Hiszen a végignéztünk azokon a borászokon, akik itt ma, illetve az elmúlt napokban elindultak ezen a borversenyen, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az legidősebb generációtól a legfiatalabb generációig értéket teremtettek, és azt látom az arcokon, hogy nagyon örültek annak a reális pontozásnak és díjazásnak, amit kaptak a mai napon. Persze vannak itt olyan borászok, akik saját maguk örömére termelik a borokat, és vannak, akik piacra termelnek. Mindketten jól járnak a végén, remélhetőleg, hiszen a magyar mezőgazdaságnak egy olyan termékéről beszélünk, amely piacképes. Igen, így van. Én azért is nagyon szeretek erre a borversenyre járni, mert hála a jó Istennek nem először vagyok itt, mert a legnagyobb, legnevesebb, tradicionális családi pincészetektől kezdve egészen a picény családi pincészetekig itt megtalálható mindenki. Itt mindenki egyenlő, és mindenki azért hozza el a borát, hogy egy objektív körülmények között értékeljék, és ezért nagyon-nagyon jó itt a hangulat, nagyon jó emberekkel lehet itt találkozni, régi kedves ismerősökkel is, úgyhogy azt gondolom, hogy minél több ilyen rendezvényre lenne szükség az országban és a különböző borvidékeken. Jól megérdemelt jutalom az oklevél, azt hiszem büszkén teszik majd ki a pincék falára, hát az ember munkáját dicséri egy-egy ilyen elismerés. Így van, hát aki valaha már dolgozott szőlőben, az tudja, hogy ez milyen nagyon nagy emberpróbáló munka, ami nem is a hét egyik napjáról a másikra következik be, hanem egy egész szezonon keresztül ezt végig kell vinni. Úgyhogy remélem, hogy mindenki örül annak az oklevélnek, amit itt most kaptak a
a borbírálóktól. Ön is kóstol most? Most nem, mert autóval vagyok, viszont a versenyen itt voltam, akkor tudtam kóstolni borokat, úgyhogy nagyon finom tételek voltak, az nekem el kell mondani mindenkinek. Elnök úr, túl vagyunk a díjátadáson, és hát sok boldog embert látok itt, elégedettek az emberek általában az eredménnyel, hiszen egy kiváló zsűri minősítette a boraikat. Így van, nagyon sokrétű országos merítésre, sőt nemzetközileg is voltak a zsűriben bírálók. Azt gondolom, hogy megfontolt, hiteles, sőt a nagy aranyérmes boroknál, a championdíjas boroknál egy kettő szűrés alapján lett kiválasztva a végső győztes. Hogyha itt körbenézzünk, pincéket látunk a hegyoldalba, nem ma épültek ezek, több száz éves múlttal is rendelkeznek. Egy szóval itt az emberek genetikájába, vérébe benne van a bor termelése és készítése. Abszolút, itt érezhető minden helyen, itt a várban is a szőlő bortermelésnek a hagyománya, és ebben nagyon jól illik a siklósnai borverseny. Egy verseny eredményt lehet kritizálni, meg lehet örülni neki, de ez mind-mind megmozgatja az embereket, és hogyha szétnézünk, lehet látni, hogy mekkora érdeklődés ez tart számon. Akik a champion kategóriákban nyertek, azok akár egy országos megmérettetésen is szép eredményt érnének el? Nemhogy csak a championban, de az aranyérmes borok is mehetnek az országos borversenyre. Egy elég motiváló rendszerrel mind a HNT hegykötségünk tanácsa, mind a borvidék beszáll a nevezési díjba, és így könnyebben lehet nagyobb mintaszámmal részt venni, és váratlan szép eredményt elérni június végén sorra kerülő országos borversenyen. Ezek a díjak és besorolások milyen visszajelzést jelentenek a gazdának? Ad-e egy olyan mérföldkövet, hogy milyen irányba érdemes elmozdulnia? Azt gondolom, hogy ad, ugye mindenki önmaga vonja le ebből a következtetéseket. Értelemszerűen valami jól szerepel, akkor az egy pozitív visszajelzés, hogyha kevésbé, akkor az is, hogyha kellő kritikai érzéke rendelkezik, akkor elgondolkodik rajta, hogy biztos, hogy ezt adat kell folytatni a későbbiekben. Úgyhogy mind a két irány azt gondolom, hogy fontos visszajelzés a termelő részére. Ma itt látjuk jól, hogy mindenki kóstolgatja a másik borát, nem csak a zsűri kóstol, hát néha kritikusabb a szomszéd és a jó barát. Abszolút, ugye van egy vicc is, hogy miért szúrta le a szomszédot, a lényeg a végén azt mondta, hogy az ő bora jobb, mint az övé, úgyhogy ez már nem elviselhető volt szemben a többivel, amikor a feleségét és a lovát bírálta. Úgyhogy egy borvidéken a bor az egy nagyon fontos dolog, hogy kinek milyen a bora, és ez úgy évről évre kialakulva azért egy fontos minősítéssel, presztízsel rendelkezik, hogy egy termelő hogy szerepel a borversenyen, és mi Faragó Imrére szívesen benézünk egy pohár borra, mert neki mindig jó bora van, és azt nyáron pincehidegen jól esik fogyasztani. Maga a millió itt a Siklósi Vár lovak termében megtartani egy ilyen díjátadót, ez azért színvonalat is jelent. Hát csak szét kell nézni, és látjuk, hogy ez a több száz éves falak, ez a helyiség azt gondolom, hogy egy méltó háttere, és önmagában a Siklósi Vár a Villányi Borvidék központja, még hogyha ez igazából nem is tölti be kellő mértékben jelenleg a szerepét, de hosszú távon azt gondolom, hogy az összes reprezentációs esemény kapcsán a Siklósi Várnak kell a borvidék szívének lennie, és azonban értelemszerűen a lovakterem, ami ezt leginkább betölti. Mit kell tudni a Szentgyörgynapi borversenyről? Milyen tradíciója van ennek itt a térségben? Hát most már hosszú évtizedes hagyománya van. Durván 30 éve szervezi a hegyközség, 25-30 éve. Előtte a város szervezésében volt. Én talán merem állítani, hogy évről évre azért egy picit sikerül fejlődnünk. Ugyanúgy, ahogy a gazdáknak is, tehát a borok is évről évre egyre jobbak, a technológia is egyre komolyabb, illetve hát a termelők is egyre nagyobb figyelmet fordítanak, tehát látják, hogy olyan szoros a verseny, olyan húzzák egymást egyre följebb a gazdák, hogy kinek lesz jobb a bora, és ehhez a rendezvény színvonalát is kellő szintre kell húznunk. Úgyhogy gyakorlatilag az ország minden tájáról hívjuk a bírálókat, épp azért, hogy egy hiteles, átfogó, szakmailag elfogadható eredményt kapjanak a gazdák a kezükbe. Egyébként halkan megjegyzem, szerintem az ítészek kicsit szigorúak voltak, tehát hogyha Villányba jönnek a borbírálók, akkor mindig a csillogó aranyat is még keresik, hogy mi lehetne benne szebb, meg jobb.
de ezt én úgy gondolom, hogy csak ösztönzi a gazdáinkat. Én elégedett vagyok az eredménnyel, a nevezett mintaszám is azt mutatja, hogy jó irányba haladunk. Most már évek óta ilyen 250-300 tétel körül jön össze. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen kisborvidéken, mint a miénk, tehát országos szinten ugye kisborvidékről beszélünk, a hegyközség ennek ráadásul csak a felét teszi ki, ehhez képest a mintaszám mégis igen nagy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy büszkén húzhatjuk ki magunkat, és a termelőik aranyérmes borait, amennyiben sikerül az idejében megrendezni a 41. országos borverseny, akkor az aranyérmes tételek igen komoly kedvezménnyel kerülhetnek az országos borverseny asztalaira. Persze nem csak az aranyérem számít, az ezüst, a bronz és a részvétel is, hiszen vannak itt olyan kistermelők, akik lehet, hogy a nem legkomolyabb minősítést kapták, de büszkén viszik haza azt az oklevelet, amit itt átvehettek a zsűritől. Hát igen, egyébként a hagyomány része az is, hogy a kistermelőket külön díjak szintje mindenképpen külön kezeljük az árubor termelő nagy pincészetektől, tehát nem lenne igazságos ugye összehasonlítani őket, teljesen más háttérrel rendelkeznek. Ennek ellenére nagyon sokszor előfordul, hogy a kistermelők bizony vagy elviszik a nagy díjat, még a nagyobb pincészetek elől is, de hogyha nem sikerül, akkor is nyugodtan betteheti a saját palaszkját az áruborok mellé. Az idei évben is igen jól szerepeltek a kistermelői boraik. Úgy vélem, hogy a díjátadás után a másik legizgalmasabb történet, amikor megkóstolhatják egymás borait. Ez történik most, és hát ha kell, akkor még kritikát is meg tudnak fogalmazni a másik iránt. Hát meg is szokták fogalmazni, pláne, hogy előre halad az este, egy-két óra múlva egyre őszintében beszélgetnek az emberek. Van is rá alkalom, durván 5-600 palack bor található a hátam mögött. Ez kitart az este elég hosszan, úgyhogy bízom benne, hogy hát van mindenkinek alkalma arra, hogy ne csak a saját borát, ilyenkor ugye a pincevakság, hogy is mondjam, korlátaiból mögül ki lehet bújni, és meg lehet szabadon kóstolni mindenkinek a tételét, akkor is, ha éppen ismeretlen termelőről van szó. Úgyhogy ez nagyon jó alkalom a tanulásra is. Piacképes portéka a jó siklósi bor? Abszolút, abszolút. Én szerintem ezt támasztja alá az is, hogy Siklós város bora most már jó 20-25 év után újra megválasztásra került. A városnak elég komoly tervei vannak, tehát marketing célra is használni fogja ezeket a tételeket, és ez bizony igen, tehát ha a Siklósváros boráról beszélünk, szigorúan csak és kizárólag siklósi termelő bora lehet. A díjátadó után egymás borait kóstolhatták a gazdák, no és mindenkinek lehetősége volt a zsűri tagokkal is konzultálni a minősítés részleteiről. A Tenkes Hegyközség Szent György napi borversenye idén is nagy sikert hozott. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Ha lemaradtak volna műsorainkról, adásunkat weboldalunkon és YouTube csatornánkon visszanézhetik.